A négy konzorciumi tag a Baromfi Coop Kft., a Debreceni Egyetem, a Multimix Kft. És a Timag Agro Hungária Kft. Együttműködésének célja, hogy értéket állítsanak elő a szerves trágyából. A baromfi trágya az egyik legkoncentráltabb tápanyag erőpótló, ebből egy fermentációs eljárással olyan terméket készítenek, amelyet, ha szükséges, további szerves és szervetlen anyagokkal is kiegészíthetnek, így ezek eredménye egy kiváló növényi tápanyag előállítása lesz, közölte Bárány László. Mindnyájan tudjuk, hogy a szerves trágya érték. Ezt legalább 10 000 éve tudják azok, akik növénytermesztéssel foglalkoznak. Volt ennek a terméknek ilyen-olyan megítélése, most hála jó Istennek megint fókuszba került, és azokat az értékeket fogjuk transformálni további értékké, ami ebben a szerves anyagban eredetileg is benne volt. A cégcsoportnak jelenleg is van egy kisebb fermentáló telepe, itt azonban a szerves trágya egyharmadát tudják feldolgozni. A Mastergood 2020-ig azonban 20 új baromfi telepet is szeretne építeni. A kutatás-fejlesztés első évében alapkutatásokat, második évében ipari kutatásokat végeznek, a harmadik évben pedig kísérleti fejlesztéseket terveznek. Ez több mint 64%-ban támogatott. Az Európai Uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 1,63 milliárd forintos forrást kapott, a projekt összköltsége pedig 2,52 milliárd forint. Az egész projektet támogatja és kíséri a Debreceni Egyetem komoly labor háttere, illetve ennek a labor fejlesztése. Egy részben ezt kiegészítő laborfejlesztés a Baromfi Coopnál is megvalósul. Kerestünk és találtunk olyan felhasználó forgalmazói partnert a Timag Agro Hungary képviseletében, aki ennek a szántóföldi kis, közép és nagy parcellás kísérleteiben fog közreműködni, és onnan hozzaviszi az, és értékeli az eredményeket. Ennek eredményeként egy úgynevezett szerves anyagkezelő központot is kialakítanak majd, ahol évente 60 000 tonna szerves baromfi trágyát dolgoznak majd fel. Ez körülbelül 75 millió darab csirke és tyúkállomány éves baromfi trágya termelését fogja kezelni. A későbbiekben bővíteni is szeretnék a kapacitást évi 100 000 tonnára, így Európa legnagyobb szerves trágya feldolgozó üzeme jöhet létre a megyében.